Tiszabó Csaba, ókortörténészt, publicistát, újságíró kollégát köszöntöm a stúdióban. Szervusz, Csaba! Szervusz, köszönöm szépen a meghívást! Jó látni ismét téged itt a körünkben. Gratulálunk az új kötetedhez, amelyet még nem foghattunk kézbe, ennyire friss lesz a ma esti könyvbemutatóra. És ugye azt elmondom, hogy a 2017 óta eltelt időszakban megjelent cikkeidet, interjúidat gyűjtötted össze ebben az új kötetben, de ennél sokkal több minden van benne tartalmilag. Leginkább az első rész, az első 60-70 oldal az, ami tényleg újat hoz mondjuk a második kötet tartalmához, illetve struktúrájához képest, mert ugye az első kötet is arról az gyakorlatilag interjúk és már közölt 2009 és 2017 között közölt cikkeket tartalmazott. Most ez a kötet nagy részt ugye 2017 óta eltelt két év régészeti újdonságait, erdélyi szakmai híreit tartalmazza, de az első része, az első igazán nagy fejezet az ugye erdélyi régészet történetének mondhatni az első magyar nyelvű részletes összefoglalója. Ugye erről többen írtak már előttem is, természetesen egy-egy részfejezettel monográfiák is foglalkoznak már, de hogy ez egy olyan irányzat, ami gyakorlatilag eddig teljesen hiányzott az erdélyi magyar régészet szakirodalomból is. És az ismeretterjesztés a célja elsősorban? Elsősorban nagy közönségnek szól, de valójában azzal, hogy megnyitottam egy ilyen utat, azzal én remélem, hogy majd a kollégákat is, a szakmai, a régész kollégákat is sarkalom, hogy a régészet történetére kicsit reflektáljunk, hogy hogyan ástak mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, 50 évvel, vagy akár 100 évvel ezelőtt, hogyan írtunk régészetet. Nagyon érdekes volt így összefoglalva látni, hogy tulajdonképpen a régészet az egy hóbortból vált tudománnyá, és utána iskolává itt Erdélyben. Na hát a legszembetűnőbb különbség mi az egykori régészkedés között és a mai gyakorlat között? Hát nagyon sok van. A legfontosabb talán az, hogy ugye ez már egy intézményesült tudományág a régészet, ugye oktatják egyetemeken, nem mindenkit nevezünk régésznek, aki mondjuk kimegy a mezőre és talál egy tárgyat, tehát ez sajnos a sajtóban is nagyon sokszor, és ez a romániai és az erdélyi magyar sajtónak is talán az egyik fő hiányossága, hogy ugye úgynevezett amatőr régészekről beszélnek. Most ugye, hogy nem nevezünk senkit amatőr sebésznek, mert hát ugye az nincs ilyen, úgy szerintem az amatőr régész fogalma is sem helyes ma már. A 19. században talán egy elfogadott fogalom lett volna, különösen 1872 előtt, ugye, ahol Erdélyben akkor jelenik meg először a régészeti oktatás, tehát úgymond szakmailag képzett régészeket találkozunk majd Erdélyben a századfordulón. Viszont azóta eltelt 100 év, ugye, a Postabilla iskola óta, és ma már nem beszélhetünk amatőr régészekről. Tehát vannak régészek, és vannak fémdetektorosok? Így van, akik magukat kinevezik ugye amatőr régészeknek, hobbi történészeknek. Most velük a gond az, hogy bármennyire is felkészültek, ugye nem végezték el ezt az egyetemet is. Az egyetemen azért nem csak tanulunk történelmet, hanem módszertant is tanulunk, az, hogy hogyan ásunk, mit kezdünk a földből kiemelt tárgyakkal, és ez gyakorlatilag ez az a lényeg, ami elveszik sajnos abban a pillanatban, amikor egy fémdetektoros például kiemeli a földből a régészeti tárgyat. Viszont volt rá eset, hogy nagyon fontos leletekhez jutottak. Ez a régészet történet abszurditása, vagy hát mondhatni a Murphy törvénye, hogy sajnos a nagy felfedezések erdélyi történetének igazán nagy kincsei, ugye most mondjam a Nagy Szent Miklósi kincs, a Szilágycsomjói kincsek, az Apahidai kincsek, de a 20. században is, ugye 20 évvel ezelőtt pontosan 1999-ben derült fény arra, hogy Szármészeget-Uza régián, tehát a Dák főváros területén a híres arany karpereceket találnak fémdetektorosok. Tehát valahogy ők mindig megtalálják a nagy kincseket, pontosan azért, mert nincs bennük egy felelősségtudat, hogy hol áshatnak, nem készülnek, valójában ők spontán kutakodnak, és hát emiatt természetesen nagy mennyiségű fémet találnak, ott nagy eséllyel aranyat is. Hát te magad nem így kutakodtál, viszont jártadban, keltedben jutottál el olyan régészeti tárgyakhoz, amelyek szintén figyelemre méltóak, és ezekről is írsz ebben az új kötetedben. Igen, van egy külön fejezet a kötetben, amely úgynevezett tárgyhistóriák címet viseli. Ugye a tárgyaknak az a sajátos tulajdonsága, hogy túlélik az embert, és sokkal több a történetük, mint mondjuk egy emberi életnek.
és rengeteg tulajdonost váltanak, és nagyon sokszor ugye nagyon érdekes történetük lehet. Most én mindig magamat ilyen szobarégésznek mondtam, és hát a kollégák is annak tartanak, mert valójában én ugye az angol száz szakirodalomban már létezik az elméleti régészet fogalma, tehát az, aki ugye a már felfedezett tárgyakat elemzi, gyakorlatilag ugye történeti módszerekkel dolgozva. Viszont nekem szerencsém volt például három olyan úgynevezett Mithrasz emlékművet, tehát Mithrasz egy római istenség, a Krisztus utáni II.-III. században volt jelen Erdély területén. Tehát három olyan tárgyat is találtam teljesen véletlenül, már fölhasznált formában, tehát ugye beépítették középkori épületekbe, illetve múzeumi leltárban volt például az egyik hatalmas dombormű. És hát ezekről is szó van a kötetben, hogy ezeknek a tárgyaknak milyen érdekes modern története van. Tehát mondom, akkora elégtétel lehet számodra, amikor fölfedezel így idézőjelesen egy-egy ilyen tárgyat. Igen, a Gyulafehérváron 2014-ben talált Mithrasz dombormű, az valóban mai napig is kirázza a hideg, vagy egy kicsit ez a katarzis élmény ér, amikor visszagondolok arra, hogy egy délután mentem haza a Batthyányomból, ahol ugye hónapokon át kutattam Cserny Béla életét, és valami teljesen véletlen folytán úgy döntöttem, hogy bekukkantok a katolikus szemináriumnak a postaládáján, volt egy kis lyuk vagy egy rés, és akkor ott pont szembe velem állt ez a dombormű, amiről senki addig nem tudta, hogy ez egy 1800 éves római dombormű. Tehát természetesen úgy a lelkesedésemben berohantam az udvarra, rögtön fotóztam, próbáltam ugye fölvenni a kapcsolatot a helyi intézmény vezetőivel. És biztos voltál, hogy mit találtál? Igen, mert hogy hát szerencsémre, tehát ez az abszurd ebben a történetben, hogy én már azelőtt 5 éven át kutattam ezt a vallásnak a történetét, tehát Mithrasz domborművekkel foglalkoztam, tehát ismertem a típust, csak nem tudtam, hogy van még egy ilyen. Tehát ebből 5 van az egész római birodalomban. No, hát ezekről a történetekről is értekezik Csaba, leírja, bemutatja az általa talált tárgyakat az új kötetében, és vannak benne interjúk, amelyeket különböző régészekkel készítettél. Na most, hogyha ezeket is összegeznénk egy picit, illetve a saját tapasztalatod alapján, mit tudsz mondani az erdélyi régészetnek az elmúlt néhány évéről? Hát úgy gondolom, hogy az erdélyi régészet az elmúlt években azért egy jó irányban halad. Tehát már az is, hogy mi ismét itt beszélgetünk az erdélyi régészetről, illetve az, hogy az erdélyi magyar sajtóban különösen egyre több figyelmet kap az erdélyi régészeknek a munkája. Gondoljuk most ugye a híres Bánfi Hunyadi leletre, de a Kolozsvár főterén zajló ásatásokra ugye 2017-ben. Tehát egy csomó olyan régészeti ásatás van, amely már a sajtó figyelmét fölkeltette. Tehát ez mindenképp egy pozitív aspektus, hogy a közönség régészet úgy látszik működni kezd mifelénk is. Továbbra is azon a Romániának gondot jelent ugye a jogi háttér, és ahogy említetted, a fémdetektorosok problémája. Tehát ezt még most sem sikerült megoldani a román államnak, hogy végre egy határvonalat húzzunk, hogy ki, hogyan, mikor és hol használhat fémdetektort. És ráadásul az állam megvásárolja a talált tárgyakat az illetőktől? Igen, ez ugyan van erre európai gyakorlat, és itt az Európai Unión belül több joggyakorlat is létezik. Ugye az egyik legliberálisabb az Egyesült Királyság, ahol tényleg évtizedek óta művelik ezt, hogy az állam fölvásárolja a fémdetektorosok által talált tárgyakat. A másik véglet az például Magyarországon nagyon-nagyon szigorúan tiltják a fémdetektorok használatát, és ott már sokkal kevésbé működik ez az együttműködés. Most Románia ezt az utat keresi még, hogy akkor hogyan is helyezkedjünk az európai joggyakorlatban, de nem igazán foglalkoznak vele, nincs még elég szakmai fórum erről, és ugyanúgy ez sürgős ügy lenne, hogy végre tisztázzuk azt, hogy nincs amatőr régész. Ma már a 21. században a régészet az egy 100 éves tudomány, több mint 100 éves tudomány. Tehát vannak régészek, és vannak nagy közönség, aki... Hát reméljük, hogyha így minél inkább bekerül a közbeszédbe ez a probléma, akkor valami elindul ezen az úton is. Tész Szabó Csaba, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, gratulálok még egyszer az új könyvedhez, és bizonyára folytatod ezt a munkát, úgyhogy meggyőződésem, hogy még visszajössz hozzánk. Köszönöm szépen.